egyedülálló székelyföldi mítoszokról szóló térképek és gyerekkönyvek után elkészült a Székelyföldi Legendárium animációs rajzfilm sorozatának első része. Most nézzünk meg egy rövid részletet a filmből, utána az alkotóval beszélgetünk. Hol volt, hol nem volt. Valahol az égbolt egyik szegletében, ahol Csaba királyfi csillagösvénye a tejút kezdődik, a Kárpát kanyarban éltek és élnek ma is a székek. Ezen a vidéken az eget valaha sárkányok uralták, a hegyeket óriások faragták, tündérek fakasztották a gyógyerejű források vizét, a sűrű erdők közé ördögök hasítottak hölgyeket. A legendás időkre máig emlékeznek a székelyek, akik ezt a földet azóta őrzik. Fazakas Szabolcs és csapata 4 éve dolgozik egy olyan animációs rajzfilmen, amelyben székely legendákat dolgoznak fel. Itt van a stúdióban Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium ötletgazdája. Jó reggelt kívánok, Szabolcs, köszönöm szépen, hogy itt van. Itt vagy. Na hát elsősorban gyerekeknek szól ez, vagy azért a felnőttek felé is közelítetek vele, vagy ez ilyen univerzális, mindenki nézze meg, és tegye bele a szívébe azt, amit kiszűr belőle. Hát igen, legyen ez univerzális, hiszen a felnőtteknek is ugyanúgy szükség van ezekre a történetekre, sőt, ugye helytörténetről beszélünk, történelemföldről, és bizony-bizony ezek érdekes történetek, tehát jó, ha tudjuk ismét. Itt minden részben egy mondát dolgoztatok föl, vagy hogyan működött itt a technikája ennek az összeállításnak? Hát a maga a rajzfilm sorozat, az minden részben egy monda, és van egy főhősünk, Zete és Csetlik, egy ilyen csetlőbotló figura, aki ugye mindig ilyen kis komikum szereplő, tehát mindig egy történetet dolgozunk fel, ugye a főhősök végigvonulnak ezeken a helyszíneken. 156 történetről tudunk mi, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy ti annyiról tudtok, de hogy folyamatosan gyűjtitek még, vagy gondolom kimeríthetetlen, ennek van egy hatalmas tárháza. Hát nagyon úgy tűnik, hogy Székelyföld, mondhatjuk úgy Európában a egy négyzetméteren a legtöbb legenda található, hiszen ugye ezt a könyvünket ezzel 3 éve jelentettük meg, és azóta már nagyon sok történet előkerült. Mi is gyűjtöttünk, a közösség is nagyon szépen bekapcsolódik, tehát ilyen kis népi mozgalom lett. Hogy jött az ötlet egyébként? Én csodálkozom azon, hogyha már azt mondod, hogy minden négyzetméterre vagy négyzetkilométerre jut egy-egy legenda Székelyföldön, tehát hogy meglehetősen sűrű, nyüzsgő, bongó az egész. Hogy jött az ötlet, hogy ezt megcsinált pontosabban, hogy előtted nem csinálta ezt senki? Igen, hát itt az a helyzet, hogy de nagyon sokan ismerték részlegesen ezeket a történeteket, viszont nem volt egy egységet, tehát egy halmazba összeállítva, ugyanakkor ugye a gyerekek nem ismerték, tehát kellett keresünk egy olyan módot, hogy a gyerekek fele ugye kommunikáljuk érthetően és világosan. Na most Székelyföldet, sokan beszélnek Székelyföldről, de nem tudják, hogy mi a történelme, egész pontosan nem ismerik ezeket a történeteket, és akkor tényleg így ezért próbáltuk meg a mondáink keresztül megismertetni, mert ugyanúgy nyugat-európai közösségek a mondáikon keresztül viszik ki önmagukat a világ fele, tehát itt beszéljünk a skótokról, vagy a vikingek, vagy bármi gallokról. Igen, éppen még a reklám közben beszéltünk arról, hogy ezt mondtam neked, hogy én is a kisfiam most Mátyás királyról tanul, és hogyha mondákat olvas hozzá vagy mellé, sokkal jobban képbe kerül, és azok még nem is képek, mert ugye itt most képekről beszélünk, az egy egyszerű leírt szöveg, és mégis sokkal élvezetesebben tudja ezt az egészet hasznosítani, mert hogy egyébként lehetne ebből egy ilyen oktatási segédanyag? Természetesen nyugodtan lehetne oktatási segédanyag. Az a szép, hogy egyébként az oktatók ők már keresik, tehát mint magán személyek, és tényleg nagyon sok iskolában itt Magyarországon is használják, és keresnek minket, tehát már Székelyföldön, Erdélyben is nagyon sok iskolában megtalálható a legendárium, és gyerekek, egyre több gyerek ismeri, és ez a fontos. Tehát intézményesített formában még nem, de a tanárok már rájöttek arra, hogy ezt lehet használni nagyon jó módon is az iskolákban. Egyébként hozzáteszem, hogy az animáció technikája nem értek hozzá, az nagyon hasonlít az ilyen hollywoodi filmekhez, amiket ilyen multiplexekben lehet látni, gyerekfilmekhez, tehát abszolút fogyasztható a gyerekek számára, és az elején is láttam a tündéreket, a sárkányokat, most ezeket az emberfejeket, pontosan olyanok, pontosan hasonlítanak, tehát abszolút a szívükbe tudják zárni a gyerekeket. Hát igen, tehát gyakorlatilag amíg a magyar gyermek, a székely gyermek ismeri a hollywoodi történeteket, tehát muszáj választ adni ugye a kintről jövő technikára vagy stílusra, tehát valahogy mi is a mi saját történeteinket, ugye ezen a képi világon keresztül
vissza kell küldjük a gyerekeink szívébe. Tehát ezért is választottuk részben ezt a technikát. Nyilván ez még fog csiszolódni az évek folyamán, hiszen ez most az első rész, tehát még sajátosabb lesz a képi világ, ugye alakul. De hát választ kell adni valamire, hogyha ugye kintről ezt kapjuk. Persze, hogy azért is mondtam, bár én igazából a technikáról beszéltem, nem arról, hogy most mennyire ismerik Hollywoodot, vagy mennyire nem, hát az a szülők dolga, felelőssége, meg a gyerekeké. Van olyan, hogy mondjuk valaki ennek a hatására, tudomásodra jutott már, szeretné jobban megismerni Székelyföldet, vagy szeretne jobban elmélyülni az ottani legendákban, mondákban, történetekben? Igen, nagyon sok család érkezik innen Magyarországról és Székelyföldre a könyvvel és a térképpel, és megkeresik ezeket a helyszíneket, mert ezek a mondák, legendák olyan helyszínekhez kötődnek, amelyek valósak. Tehát ez itt van például a Likaskő, éppen látható, tehát ez a kő, ez konkrétan megtalálható Koron mellett. Tehát egy látogatható helyszín, és a várak is, mind a Firtosvár, a Tartodvár létezik. És bizony, hogy gyerekek már a szüleiket elrángatják ezekre a helyszínekre, hogy ugye akarják látni valóságba is. Nemzetközi viszonylatban lehet bármilyen fogadtatása? Tehát tervezitek azt, hogy valamilyen formában nemzetközi piacon, fesztiválokon, animációs fesztiválokon ez a legendárium megjelenjen? Igen, tervezzük. Londonból érkezik, a Her Majesty Színház színészei érkeznek Székelyföldre szinkronizálni, tehát meg lesz angol nyelven, és akkor elindítjuk, így kiröptetjük a kis fecskét a világba, és bízom benne, hogy sokan felfigyelnek itt Székelyföldre. Tehát angolul már le lesz, vagy angolra már le lesz fordítva, pontosabban tervben van. Igen, szinkronizálj. Óriási dolog. Óriási erőfeszítés ez. Hát ez évek óta, ugye 4 éve készül maga az animáció, 6 éve ásod bele magad a legendáriumba, a könyvbe. Hogy van erre energia? Hát ez érdekes. Mondjuk azt most idézőjelben, székelyek vagyunk, önfejűek, tehát 5 ember dolgozik ezen a projekten, a belső csapat, és ezt az animációt például egy csíkszentdomokosi székely legény készítette, úgyhogy hát nem volt könnyű dolgunk, és most tanuljuk, hát most fogunk inkább bővülni. Van energiánk, mert a miénk, szeretnénk ezt nem csak ott magunknak megmutatni, hanem a világnak is, és érdekes, tehát érdemes foglalkozni vele. Egészen elképesztő, és nagyon örülök neki, hogy ilyen dolgokról is tudunk beszélgetni. Fazekas Szabolcs, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.